Jó estét kívánok, és kellemes ünnepeket, és egyébként az ünnepre való tekintettel most egy előre még a múlt hét végén rögzített adást láthatnak. Jó estét kívánok Lendva Ildikónak is. Gondolom ellenzéki politikusként az, amit az elmúlt napokban, sőt most már majd, hogy nem mondhatjuk, hogy hetekben az utcákon zajlott, az nyilván jó érzéssel tölti el. Mármint, hogy az emberek utcára mentek a kormányunk kényével szemben. Na de kormányváltáshoz viszont szavazatok kellenek. Ellenzéki pártként hogyan tudják ezt szavazatokra fordítani? Az is nagy kérdés, hogy az ellenzék iránya és összetétele ezek után, az akciók után ugyanúgy marad-e. Egy biztos, nyilván a tüntetések nem folytatódhatnak örökké, nem fognak egy éven át kinyúlni. Az is valószínű, vagy elképzelhető, itt ugye a felidézett Palkovics szöveg már erre is utal, hogy talán a kormány meghátrál. Ezzel együtt az ország és benne a politikai ellenzék nem ugyanúgy fog kikerülni a tüntetés séria feltételezett végén, mint ahogy belementünk. Itt azt a közhelyet muszáj mondanom, amit mindenki elmondott már, hogy egy apolitikusnak vélt, nézett generáció ráébredt a politika ízére. Aki meg a politika ízét egyszer megérezte, az már nem igen hajlandó politikamentes étrendre fogni magát. Ezeknek a fiataloknak egy része, nagy része már el fog menni szavazni. Ez már jó, hogy kire szavaz, erre vonatkozott a kérdés. Az még azt hiszem nyitott kérdés, én több lehetőséget látok. Az is lehet, hogy noha eddig volt egy generációs szakadék a baloldali demokratikus pártok és a fiatal tábor között, azért a mi híveink elsősorban nem ebből a korosztályból kerültek ki, ezzel együtt az is lehet, hogy a kormányváltó szándékuk miatt kikötnek valamelyik, vagy valószínűleg megoszlóan több meglévő ellenzéki pártnál. De el tudok képzelni mást is, hogy megtalálják a maguk mozgalmi formájukat és a maguk szószólójukat. Ez nem biztos, hogy egy új párt, hiszen van már elég, de azt hiszem, hogy az ő helyükben én most azt csinálnám, hogy ha már a civil szervezetek dolga is belekerült a tiltakozás témái közé érthetően, akkor valamilyen civil mozgalmi szervezeti hálót, egyfajta akciócsoportot összehoznék, ami aztán szószólója lehet annak az érzületnek, ami most az utcákon hangot kapott, tárgyaló partnere, akár a meglévő pártoknak, akár egy önálló képződményt alakíthat. Egy biztos. Az apátia megtört. Lehet, hogy nem is volt igaz, hogy ez a generáció apátiában van. Tamás Gáspár Miklós írta egyszer, hogy csendben utálkozik. Nem tudom, hogy utálkozott-e vagy nem, de hogy most nincs csendben, az egy nagyon komoly változás a magyar közéletben. Csak úgy tűnik, hogy amikor ez a generáció utálkozik, akkor utálja azokat is, akik a mostani kormány előtt voltak hatalmon. Ez kétségkívül így van, de azért az is biztos, hogy most olyan jelszót vagy transzparenst már nem láttam, ami korábban azért volt, hogy ez se kell, meg az se kell. Ez most egyértelműen a mostani rezsim ellenes tüntetés volt. És ráadásul, ha nem szeretik az úgymond régi pártokat, az MSZP-t, noha a nem szeretésnek én már érzem egyfajta oldódását, akkor, ahogy mondtam, létrehozhatnak egy olyan szerveződést, ha nem is pártot, ami olyan tárgyalópartnere tud lenni a pártoknak, hogy kikövetelje, hogy olyan karaktert vegyenek, olyan irányba menjenek, ami nekik is tetszik. És azt hiszem, ez a pártoknak is jót tenne, meg nekik is jót tenne. Amikor egyébként a kormány célkeresztbe vette Soros Györgyöt és a hozzá köthető szervezeteket, akkor nagyon gyorsan összekötötte mindezt a létező politikai baloldallal is, és valami olyasmi narratívát kezdtek el építeni, hogy eleve a baloldal önök hozták a magyarok nyakára Soros Györgyöt, és állapodtak meg vele annak idején, például a CEU-ról nem teljesen szabályos módon, és ezért nem is csoda, hogy most is védik ezek az érdekek egymást, a baloldal Soros, Soros a baloldal. Az összes ATV néző pontosan tudja, hogy Sorossal és Soros támogatásával először kinek volt dolga, történetesen a Fidesznek, aki akkor persze még nem jobboldali konzervatív párt volt, tehát
sorolhatta magát a demokratikus oldalról. De ezzel együtt azt komolyan gondolni, hogy ezek a fiatalok és nem fiatalok most az utcán, mind a 80 ezeren meg, aki velük érzett a vidéki városokban, azok most mind a baloldali pártok emberei, hát bár úgy lenne. Az előző kérdéseiből is kiderült, hogy ez nem így van. A Fidesz egyébként egyre erőtlenebbül és kicsit komikusabban próbálja egy szalmakazalba hányni az összes ellenségét, a migráns simogatókat, a civileket, Sorost, a baloldalt, a világméretű összeesküvést, és így tovább. Az, hogy itt fiatalok mentek utcára, ez furcsa módon azért sem kedvezett a Fidesznek, mert ez a generáció talán intaktabb a Fidesznek e fajta agymosásától. Épp azért, mert eddig kicsit kívül tartották magukat a politikán, rajtuk nem ment keresztül ez a baloldal, migránsok, világösszeesküvés, Brüsszel, ez mindegy, kupacba való. Ez az érvelés rajtuk nem ment keresztül. Bár egyébként a történet, amit a Fidesz próbál eladni ennek a generációnak, az nem az, hogy ők és a közülük tüntetők, azok valójában olyan MSZP-sek, akik ezt még magukról sem tudják, hanem inkább az, hogy nem kell sajnálni a CEU-t, mert hogy ezt az intézményt szabálytalan módon eleve szocialista kormányok hozták Magyarországra. Ugye előálltak ezzel a bizonyos levéllel, amit a liberális oktatási miniszternek elnézést írt annak idején Soros György, amiben kivételezést kért az egyetem számára, és még azt hiszem azt a kérdést is megfogalmazták, hogy valójában csak az a kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc annó mit kapott Soros Györgytől a sok szívességért cserébe. Igen, Gyurcsány kihagytuk abból a kazalból, ahova minden ellenfelet oda kell hányni. Ez komolytalan és valótlan is, és ahogy látom, szerencsére hatástalan. Soros egyeteme már itt működött Magyarországon, ha Soros egyetemének kell hívnunk a CEU, amikor a felsőoktatási törvényben a helyzete, ha úgy tetszik, legális rendezésre került. Tehát nem szocialisták hozták ide köztudottan, nem szocialisták hozták ide az alapítványát sem, ami már jóval a szocialista kormányok előtt jött. Magyar Bálint idején egyszerűen a felsőoktatási törvénybe került bele az a passzus, ami tisztázza, hogy ilyen egyetemek, vagy ez az egyetem ilyen föltételek alapján működhet, hogy Soros írt egy köszönőlevelet, hát ha Magyar Bálint helyében lennék, elővennék most ezer olyan köszönőlevelet, amit más egyetemek rektoraitól vagy oktatóitól kapott, más okokért, mert valamit korrekten elrendeztek. Ráadásul azért is árulkodó ez az érvelés, mert azóta sok éve Fidesz kormány több ciklusban gyakorolta a hatalmat Magyarországon, és érdekes módon akkor nem tűnt nekik törvénytelennek, vagy pláne kivételezetnek ez az állapot. Én azt hiszem, hogy az időzítés most annak szólt, hogy így egy évvel a választás előtt ezt az évet, vagy fél évet a kormány arra szánta, hogy amennyire lehet ideológiailag kitisztítsa magának a terepet. Névszabadság betiltása, ami a vagy megszüntetése, ami a sajtóval történt, ami reklámadó fronton, meg hirdető oszlop fronton kezdődik, ami a civilekkel történik, és talán még nagyobb jelentőségű, mint a CEU sztoria, az mind erre mutat, hogy elérkezettnek vélték az időt. Elmérték. Elmérték egyrészt a nemzetközi környezetet, ezt ma már mindenki látja, hogy Trumpot rosszul kalkulálták, mondjuk a Trump-féle reakciókat, és talán elmérték az európai nemzetközi tiltakozást is, a hazairól nem is beszélve. Pedig Bajer Zsoltól megtudhattuk, hogy most lehet randalírozni egy pár napig az utcán, de aztán majd ők jönnek, és akkor megtapasztalhatják azok, akik most az utcán vannak, hogy milyen valójában üldözöttnek és fenyegetettnek lenni. Ez is egy fontos cezúra, nem csak a ellenzéke vagy demokratikus közéletben, hanem most a kormány oldalról. Eddig azért a fizikai erőszakot mondjuk, vagy annak a lebegtetését nyomokban vették igénybe vették, emlékezzünk a kopaszokra a választási iroda előtt, vagy a Városligetben és más helyeken, hát bedobott magántestőrségekre, látszólag magántestőrségekre, de tömegesen azért nem vertek fenyegetni vele. Ez a Bajár Zsolt mondat, amit hát közönségesen lehet usításnak nevezni, hiszen azt is mondja, nem csak azt, hogy majd most mi jövünk az utcára, mert abból még nem gondol semmi jöjjenek,
szabad, hanem azt is mondja a tüntetők felé fordulva jelképesen, hogy és akkor majd megtudhatjátok, hogy milyen dolog fenyegetettnek és üldözöttnek lenni. Az, hogy Bayer Zsolt ezt megírta, ez még a Bayer Zsolti stílustár része lehet, de hogy egy félszó kormánypárti, hát ha nem is elhatárolódás, de ellenpontozás nincsen. Sőt, ez a hangvétel kezd általánossá válni. Semmilyen Zsolt azt mondja egy interjúban, hogy ha a migránssimogatók, ő is Sorosékra és a demokratikus ellenzékre használja, sokat ugrálnak, majd észre fogják venni, hogy az általuk simogatott migránsok először az ő fejüket vágják le, és mond egy ízléstelen kiszólást, hogy először a pride-osok fejét fogják levágni. Szóval megjelent ebben a retorikában, nem csak Bayer Zsolt oldaláról, az erőszakkal való fenyegetés is. Én személy szerint nem hiszem, hogy ezzel élni fog a kormány, nem azért, mert nem nézem ki belőle, hanem azért, mert kontraproduktív, mint ahogy Bayer Zsolt egész munkássága is kontraproduktív, de hogy itt a sarokba szorulás újfajta reakciókat váltott ki a kormányból, és már semmi sem drága, azt Bayer Zsolt írása nagyon jól mutatja. Köszönöm, hogy elmondta a véleményét erről.